Üdvözlök mindenkit! A Red Zone első adását látjátok, Kling Zoltán vagyok. Erőléti edzőként dolgozom a női vízilabda válogatott és Kozma Dominik válogatott úszó mellett, legtöbb esetben a tűrőképességük határát soroló munkával. Innen az elnevezés is Red Zone, vagyis lila köd a szem előtt. A viccet félretéve olyan extrém helyeken és extra terhelési szintekkel dolgozom, ami a legjobbat hozza ki a sportolóimból. Ilyen a lassan kultikussá váló Gödi lépcsősor is, ahol többek közt Erdély Zsoltot, Kammerer Zoltánt, Kucsera Gábort, a Verasztó testvéreket készítettem fel, és ez az a hely, amit Kozma Dominik is koptat. Magazinunkban bemutatunk híres sportolókat, nagyító alá helyezünk mindenkit érdeklő kérdéseket, végigkövetjük a női vízilabda válogatott és Kozma Dominik felkészülését az Európa-bajnokságra, ellátogatunk különleges sportokat űzőkhöz, és megismertetünk titeket sok-sok újdonsággal. Nézzük a mai adásban, mit láthattok. Merész vállalkozás az EB győzelem? Szárazföldön és vízben a póló kapitánnyal. A sokszor talpraálló Kozma Dominik kitérdeli-e magának az aranyat Berlinben? Jobb kanyar, a bal kanyar, arra meg a körbe-körbe. Mi is az a drift? A név mennyire kötelez? A sok kis teleki közül ki lesz a legjobb? Meglátjuk! Tényleg van új a nap alatt? A Cybers gépcsalád megoldása a hátedzésre. Elindítjuk a Tudtad-e rovatot, ahol mindig egy izgalmas témát dobunk fel. És legvégül figyeljétek az interjúkat az adásban, mert a kvízjátékban valamire rákérdezünk, és a Polar Hungary jóvoltából értékes nyereményeket vihetsz haza. Első riportalanyunk figyelemre méltó jelenség, és nem csak a méretei, hanem az eredményei alapján is. Kilátogattunk a Margit-szigetre, ahol Merész Andrást, a női vízilabda válogatott kapitányát kaptuk mikrofon végre. Azt hiszem, hogy mínusz 8,5 hónaposan ugorhattam nagyjából először a medencébe. Ugye édesanyám úszóedző volt, úgyhogy azt hiszem zigóta korom óta a medencék világában élek. De úgy igazából talán valamikor 2 éves koromban vittek le, elkezdtek tanítani úszni is. Persze, mint minden rendes úszóedző fia, nem tanult meg az úszóedző anyukájától úszni, hanem egy fél év szenvedés után odaadtak egy úszómester bácsinak, aki 4 nap alatt 4 úszásember megtanított úszni, mert hogy már tudtam, csak nem érdekelt. Sokat nyaraltam édesapámmal, ugye ők elváltak, és egyszer egy balatoni nyaralás alkalmával, ahol egyébként mindig fejeltünk, vagy egymással, vagy valamilyen pár ellen, és többnyire nyertünk is, ugye ő NB1-es futballista volt, tehát kicsit tudott fejelni, én meg védeni egész tűrhetően védtem már ilyen 8-10 éves koromban. És akkor egyszer azt mondta egy ilyen Balaton-Béla-telepi kisvizes kispályás fejelés után, hogy szerint el kéne mennem vízilabdázni, méghozzá ott is kapuba. Ez volt körülbelül 10 éves koromban, 12 talán. És akkor édesanyám levitt szeptemberben a KSI edzésére, ott az első edzésen a Sík Laci bácsi, akkor azt mondta, hogy álljuk be a kapuba, és miután ugye ezekben a korosztályokban általában úgy szokott lenni a leúszás lövés, hogy először mennek az igazályok, és az 5-ből 5-öt kivédtem, akkor Laci bácsi fölkiáltott, hogy az Isten ajándéka, hát ez voltam én. Az egy másik kérdés, hogy aztán fél év múlva meg azt mondta, hogy miért nem csinált belőlem mezőjátékost, mert hogy mindenkit megverek a úszásban is. Hát így utólag a franc tudja, mi lett volna jobb. Egyébként én teljesen elégedett vagyok a sorsom, mert kapus lettem. Gyakorlatilag mindig minden válogatottban kimaradtam, én voltam mindig a kimaradó, a vésztartalék, a nem tudom, ami létezik. Egy utazóba soha nem fértem bele, teljesen mindegy, hova utazott, hogy csak Kamcsatkába, vagy ide Szolnokra. Azért OB1-es kerettagság vittem, még felnőtt válogatott kerettag is voltam. És aztán olyan a 80-es évek közepe táján valamikor egy autóban esett meg a katonaság, úgy egybe szépen keresztbe tett a karrieremnek, úgyhogy onnantól kezdve már csak ilyen amatőr módon foglalkoztam az egészen, illetve végül 82, tehát 19 éves korom óta folyamatosan edzősködöm. Állandóan vízilabda jár a fejembe, télen, nyáron, éjjel, nappal, ha van világverseny, ha nincsen. Viszonylag tűrhetően alszom, bár későn alszom el, de azért elég jól alszom. Főleg akkor, hogyha úgy érzem, hogy a következő napi feladatokra jól felkészítettem a csapatot és magamat is. Hát először is van a Budapesti Európa-bajnokság, ami gyakorlatilag minden szempontból majdnem, hogy olimpiai szintű tét a számunkra, a hazai pálya, a női vízilabda megbecsülése, hagyj ne soroljam. Az idei verseny évet szempontjából ez a legfontosabb versenyünk. Aztán ugye jövőre van egy világbajnokság, ami kvalifikál majd a olimpiai kvalifikáció szempontjából. De az olimpiára borzasztó nehéz kijutni ugye. Már maga a 4 közé kerülés is nagyon nehéz, hiszen a csoport első jut csak ki, vagy jut csak be a 4 közé. A második, harmadik pedig keresztbe kell, hogy játszon, szintén ugyanolyan erős második, harmadikkal a másik ágról. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy nekünk miután magyarok vagyunk, meg vízilabdázunk, annak más célja nem lehet, mint bármilyen világverseny, amin elindul, az aranyérem.
Cseberből Vederbe, vagy egyik medencéből a másikba ugrunk át. A Margit-szigetről Kőbányára tartottunk, ahol a válogatott egyik sprinterét, Kozma Dominiket leptük meg néhány kérdéssel. Lassan megtanulsz kifordult érdel is úszni. Egy időre hanyagolnád a sérüléseket, jól gondolom? Hát igen, megpróbálnám hanyagolni a sérüléseket. Elég sok volt az elmúlt másfél év során, úgyhogy gondolom, hogy a felkészülés során három sérülés, egy felkészülési év alatt három sérülés az elég soknak számít, úgyhogy megpróbálom a következő évet úgy kiúzni, hogy egy se legyen. Folytasd a sort, egy érdekes dolgot fogok mondani. Van der Hogemann, Biedermann, Biedermann, Biedermann. Hát remélem én következem mindentől az EB nyertesek történelmében. Sprinterként hogyan éled meg? Más kell edzened a medencébe, mint egy 400-as úszónak? Sprinterként is, mint 200-as úszóként is szerintem teljesen mást kell edzenem, mint egy 400-asnak, főleg, hogyha 400 vegyesről beszélünk esetleg. Még a 400 gyorsosok és a 200 gyorsosok valamilyen szinten heti egy-két edzést talán együtt is csinálhatnak, de szerintem a lényegi része az különálló. A hosszában, tehát az edzés mennyiségében van differencia? Hát persze, részben ott is, mivel ugyebár én körülbelül másfél percig úszom erősen, ők meg azért egy olyan 3-4 percig, ők mindenféleképpen 3,5 percig, ők majdnem a dupláját úszák le annak, amit én. Nagyon sok új stadiont építenek, és nagyon sok új úszodát is építenek. Van különbség a medencék vize között? Hát persze, hogy van. Mint ahogy a vízkeménysége között is van különbség, állítólag rengeteg. Tehát ezt inkább érzésre tudnám mondani, mint a kémiai részét kifejteni, ahhoz nem értek, de érzésben mindenféleképpen van különbség. Tehát olyan, hogy van olyan víz, amiben gyorsabban lehet úszni, mint egy másikban? Hát gyorsabban, inkább azt mondanám, hogy érzés az inkább, hogy könnyebben. Könnyebben haladok a vízben, könnyebben megyek a vízben, jobban fönntart a víz, tehát ilyen különbségek vannak. A mostani felkészülés az EB-re milyen újdonságokat tartalmazott? A nagy része, hogy a szárazföldi edzéseim, azok a kondi edzésem, a lépcsőbe került a programomba, és ezek eléggé megváltoztatták az egész felkészülési hetemet, mivel ugye ezek nagyobb részt tesznek ki a kondi termi edzésekből, úgyhogy igazából a vízi edzéseim is egy kicsit átalakultak, de azok nem teljesen. Amikor beugrasz a medencébe, érzékelsz valamit a külvilágból verseny közben? Nem nagyon. Tehát még amikor beugrom, vagy mielőtt beugrom, akkor még azért úgy látom, hogy hányan vannak, hányan néznek, hányan szurkolnak, de utána már csak én vagyok. Benzinszag és égett gumi illata a levegőben, sajátos hangulathoz sajátos versenyautó dukál. Szőke Ákos mellé ültünk be egy próbakörre, majd kifogadtuk a terveiről. A drift verseny abszolút egyéni, de mi nem csak driften megyünk, hanem gymkanán, sőt inkább gymkanán megyünk. Ez egy összetett verseny, a slalom verseny gyorsulásnak és a driftnek a keveréke. Szinkron pályán megyünk, egyszerre látják a nézők a két versenyzőt, és a tükörképe az egyik pálya a másiknak, és egyszerre megyünk rajta. Ken Block nevezetű amerikai úriember csinálja ugyanezt. Meg is látogatott minket tavaly, és nyitott szájjal ment haza, tehát nagyon tetszett neki. Van egy olyan pályaelemünk, amit mi magyarok találtunk ki, és most már ők is fogják használni, és fogalom lett náluk is. Szerintem nagyon sok jó pilóta van, magyar pilóta, nagyon erős a mezőny, egyre jobb kocsik vannak. Nyilván kicsit nehezebben rúgunk labdába a külföldi büdzsével dolgozó emberekhez képest, de nagyon igyekszünk, és rajta vagyunk mindannyian. Országos bajnokságban megyünk, első osztályba a profi kategóriában. Itt most utolsó versenyen harmadikok lettünk, az utolsó előttin pedig nyolcadikok, úgyhogy nem tudjuk még most egyelőre a ponttáblázat szerint, hogy hányadán állunk, de nagyon igyekszünk, azért szeretnénk évvégére dobogóra kerülni. Igaz, nyerni szeretnénk, de azt nem adják a többiek olyan könnyen. Apja NB1-es edző, sikeres vállalkozó, majd az MLS elnöke is volt. Kisteleki István lányai azonban a vízben érzik igazán jól magukat. A legkisebb Kisteleki hercegnő meséje következik. Kisteleki Hanna az elmúlt szezon VIP-je, gól királya, elvitté minden címet, itt lehetett itthon Budapesten, Magyarországon a vízilabda életben. Ezután is gratulálunk. Mekkora teher a neved? Köszönöm szépen. Egyáltalán nem teher a nevem, sőt örülök neki, hogy ilyen családban nevelkedtem és sportembernek neveltek. Nincs rivalizálás, inkább segítjük egymást a testvéremmel, hogy minél előrébb jussunk együtt. A hátrány számod, hogy apukád volt játékos, ha most a te edződ. Most rólam van szó tulajdonképpen, hogy fogadta?
ő nem tudta, hogy te lettél az edzőm, én mondtam neki, és akkor gondolkozott el rajta, hogy tényleg a játékosom volt. Hát örült neki persze, mert ugye ismert téged, és szeretett is régen. Szerintem számomra ez egyáltalán nem előny sem hátrány, mert mindenki ugyanúgy dolgozik a válogatottban a kondi edzéseken. Egy ilyen szezon után, meg amik előttünk vannak, az Európa-bajnokság, világkupa, és hagyd ne soroljam, megfordult a fejedbe, hogy a csapattársai többsége már külföldön van profiként, hogy te is neki vágjál? Gondolkodtam rajta, igen, de arra jutottam, hogy valószínűleg az olimpiáig itthon maradok, legalábbis itthon szeretnék, és a főiskolát be szeretném fejezni addig. Sport-sport hátán, edzés-edzés hátán, terjes-terjes hátán, utazás-utazás hátán, mennyire tudsz nővé válni a medencén kívül? Én mindent megteszek azért, hogy így legyen. Szerintem menni szokott. Szerintem nekünk is ez olyan, mint egy munkahely, hogyha kijövünk a vízből, akkor mi is nők vagyunk ugyanúgy, attól még, hogy vízilabdázunk. 18 játékos van most az összetartáson és a keretben, ezt szűkíteni fogják 13 főre. Ugye 5 embernek ki kell esnie. Ti ezt belül hogy élitek meg? Hát nyilván mindenki megtesz mindent azért, hogy ugye az adott poszton a legjobb legyen. Nem érzem azt, hogy nagyon mondjuk rivalizálás lenne így a posztokon, mindenki jobban van mindenkivel. Hát nehéz persze, az én posztomon is vagyunk legalább 5-en, de mindent megteszek én is, hogy ott legyek. Egy borzasztó fontos és nagyon nagy kérdés fogok föltenni, amit már régóta foglalkoztat engem is, és még nem mertem megkérdezni tőletek. Lehet izzadni a vízben? Persze, hogy lehet. És végül, de nem utolsó sorban, a következő vendégünk Kammerer Zoltán lesz. Mit kérdeznél tőle? Azt szeretném kérdezni, hogy miből merít erőt egy hosszú felkészülés alatt. Cybex. Egy olyan gépcsalád, ami a prevenciót helyezi igazán előtérbe. Játszunk egy kicsit ezeken a gépeken, nézzük meg, mi mindent lehet kihozni egy-egy gyakorlatból, ha egy kicsit változtatunk a gépeken. Elég volt csak egy kis mozgásteret biztosítani az egyenes pályán mozgó gépekhez képest, és már is unilaterális, többirányú terhelést adhatunk a célzott izomcsoportnak. A kis rugó és a lebillenő kar kimozdítja a munkavégző kart a fix mozgáspályáról, és az rögtön szabadon mozgó terhelésként viselkedik. Ha nem hiszitek, próbáljátok ki! A Skio biorezonanciás géppel többszörösére növelhető természetes úton a növekedési hormon és a tesztoszteron szintje, amit vérvétellel lehet igazolni. Az első játékunk kérdése Merész Andráshoz kapcsolódik. Ki nyerte az elmúlt 10 évben a legtöbb EB-t női vízilabdában? A válaszokat a Facebook oldalunkra várjuk, a sorsolás után a nyereményt postán jutatjuk el a szerencséshez. Ennyi fért a mai adásban, remélem jól éreztétek velünk magatokat. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk újabb érdekes sportolókkal és hírekkel. Addig is a Red Zone legyen veletek!